Na, amúgy képzétek el, van egy ilyen torta. Van egy ilyen torta a játékban. Jó, fejne, valaki idelő, baszki. Ugye a 10 éves évfordulóját most ünnepli a játék. És ez is ugyanolyan kő elvileg, mint ő, ha minden igaz. Tök menő. Valaki lő a életbe. Ez nagyon jó, hogy már most lőnek. Az összes kukorica le van szüretelve? Meg a tök ott a túloldalt? Hát tele kéne inni magam, meg vinni magammal a tököket. Ez nagyon fontos. Ez igen adja a HP-t. Ez király volt. Na gyerünk, apukáim. Jobbról megkerüljük a dómot. És hát igen, csak hát na. Mozognunk kell rendesen. Szia, Levi. Mész is. Hát akkor innentől kezdve nyugalom lesz? Jó. Örülök. De nagyon ordít nekem a játék. A bánatos francban. Nem tudom, valami nagyon nem oké ezzel a hanggal. Furcsa. Hogy pont, hogy ez a jó? Pont, hogy ez a jó. Ó. Ó. Hát csinálom is az ágyat. Hát bízzunk abba, hogy szerencsések vagyunk, a gyerek meg háttal lefele. Lábai az égre állnak, ott van egy crossbow-os. Ajajajajajajajaj. Úgyhogy rászós tervek azok, hogy úristen, itt víz van. Elő a srác. De miért van az meg? Na, csak elő kurva életbe. Help me! Oh, anyádnak a büdös tért kalácsát, te falsírozott. Az istálóját bele. Nem hiszem el. Komolyan mondom. Nem neked fasírozott. jó van, bocsánat, jaj, nem akartalak főzaklatni. Tessék, azt mondja, tessék. Semmi. Hát hihetetlen. Egyből az agresszivitás. Egyből. Mik a tervek? Rászt maraton. Ma, holnap után. Gelesztálva duó. Eddig csak a talajt vizsgáltam, jó van? Uha! De megtetszett mondani most aztán? Hús. 16 darab hús. Gyerekek. Hát hova jöttünk mi?
Szia, Kifli. Hát köszönöm szépen, meglátjuk. Látjuk. Bízunk benne nagyon. Baszki, itt vagyunk a benzinkút mellett, ez ami, vagy szupermarket, tököm tudja mi ez, de ez nagyon forgalmas rész szokott lenni mindig. És ott feküdtek bent testek. Ott fut egy pucér. Fején egy gyertyával. Júj. Kinéztem egy nagyon szuper helyet, oda szeretnék eljutni. Remélem, hogy sikerrel járunk. Ezt meg jó lenne valahogy megmászni. Angelesztal, be vagy izgulva, mi? Jó van, remélem. Na, itt vannak az eszközeink. Hát mesteri. Nagyon jó helyünk lesz amúgy Geleszta, szerintem. Most ha, hát mondjuk túl jó szerintem. Ebből kifolyólag lehet, hogy ott várni fognak majd. De sok ellenfél lesz, előfordulhat. Faszok, nem túl hangos a játék? Nálam van valami elállítva. Jó, pont jó minden. Tökéletes, akkor jó. Oké, köszi. Köszönöm. Örülök akkor. Ilyen jó még sose volt. Hát csak olyan furcsa. Igen. De jó, oké, oké, örülök akkor. Hát én most itt fedezékbe vonulok. Gyorsan. És... próbálom gyors megnézni a térképet, hogy hol a szar... Úristen, bazd meg, hol vagyok. Atyaisten. Mehetünk. Hajrá. Én foglak téged, Uzier. Egyelőre High Noon, igen, igen, de hamarosan jön majd Geleszta. Hát hamarosan egy három, ha legkésőbb hatra tesz. Lassan majd itt letesszük a zsákot szerintem a francba. Útközben meg talán összeszedünk. Még egy raklapnyi szövetet. Legalábbis bízom benne. És úgy szép fokozatosan tudok majd letenni ágyakat. Magamnak. Hogyha esetleg meghalunk, akkor nem kell annyit rohangálni. Jól tettem. Ja, sok munka. Ez igaz.
Ez igaz, Huli. A jövő következő szezontól egy jobb fülvédőt fogsz kapni, meglátod. Ez jó. Ez jó. Tálcán kínálja magát. Gyerünk, 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 gyerünk. Tizenkettő szövet jött csak. Hű, apukáim, az aztán... Mindegy, nem baj. Védelem erősítő, ez is így önmagában. Meg úgy. Nagyon jó lenni, jó lenne minél hamarabb megvetni a lábunkat, srácok, hogy lehető legkevesebb idő menjen itt a bázissal most a legelején, hogy minél hamarabb menni. Harcolni. Kiszövet valahol. Ott lent balra a tisztásra, mintha lett volna. Az bennünket nem érdekel. Ez messze van. Ó! Itt egy ló! Hát ez szenzációs. Baszki, itt egy ló. Beszarás. Jaj, gyerekek, egyed azt a gombát, édesöcsém. Mondjuk nem sokat visz föl neki. Gyerünk, 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 azt még egyed. Öt, gyerünk, 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 gyerünk. Remélem most ez a ló jó fog működni. De innen hogy megyek én föl vele? Aha, így, oké. Okay. Na, le kéne menni a tisztásra. Hú, na így aztán fogok ám haladni rendesen. Így nagyon frankó. Jaj, de jó! Volt szövet, az istálóját bele, azért vissza kéne menni. Hogyha az megvan, akkor tudok zsákot csinálni. Várjál, lovacskám, várjál, apukám. Mehetünk, mehetünk. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Zsák. Zsák, zsák, teli zsák. Kurva anyját. Ennyit kellett énekelni, ez baszki. Nem igaz? Kell ezt a minden, oké, okay. Nyugi. Jó, hogy neki már pisztolya van.
szavacska. Álljál meg nagyon gyorsan, mert megpofozlak. Csúgy. Tempó, lovacskám, tempó. Azért itt van rendesen nyersanyag. Azt sem megérkezünk szerintem, sőt, biztos. Aha. Le tudok menni vajon? Erőltessük. Hú, de rossz. Rosszul lehet tájékozódni most ezzel a lóval. Kicsit ilyen ugrálóska. Ah! Lovacska! Isten áldjon már meg komolyan hát. Te jó helyen vagyok én egyáltalán? Még nem. Ez meg akkor menni kell. Nem sokat. Nem tölt be a cheat. Vagyunk egyelőre. Megjöttünk az a helyzet. Ó, van, nagyjából körbejárjuk a terepet szerintem. Azért itt bázisok basszus, ott megy egy csónakocska. De a partra amúgy simán lehetne építkezni, ez fullos hely. Fishing village-ünk. Na, miért nem tudom fölvenni? A fene. Hát akkor mindegy, ott rohad meg. Oké, nem gond. Valaki trappol. Az anyja fűszám fütyülős rézangyalát neki nézzenek oda. Na jó van, figyeltek apukáim. Szerintem... Ezt akarom megnézni, hogy hol a fenébe... Hogy honnan a francból lesz nekünk... Kő. Már armored fallal rendelkezik a fickó. Csű, apám. Az igen. Hát a csávó kivégezte a páncélszekrényt rendesen. Azt a kurva. Csű, honnan? Gyerekek, ez mi? A hegyből? Hát fenn kell tartani persze, de hát most... Hát biztos nem egy elveszett hülye gyerek. Na jó, vessük meg a lábunkat valahol, menjünk bányászni.
Álljunk neki. Ez a ló nagyon jól jött. Napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, ha jön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Balázs, nagyon szépen köszi neked a negyedik hónapot. Köszönöm szépen. A rohadt kis buzi elvitte a lovam. Ó, te rohadék! Jót fát vág, veszélyes. Egy Steel Series Arctis Nova 7 talán? Ha jól emlékszem. Hol a lovam, elvitted? Hol a lovam, baszki. De nekem csak most az a feladatom, hogy egy bungalom legyen, ahol meg tudom húzni magam, tudok gyűjtögetni. Lehet, hogy itt kéne csinálnom egy épületet. De nekem itt jelenleg egész könnyedén menne talán. De ez lenne a legjobb hely. Oda visszamenni, ahol voltunk, ott azon a kis tisztáson. Mondjuk onnan oda elmenni egyébként a horgász bázishoz. Oda elmenni, meg visszajönni. Lehet, hogy rám fognak jönni ezek. Azért próbálok most elfutni. Errefele orientálódott az egyikünk ki. Ja, lehet, hogy ide leverek egy bázist a francba. Aztán majd Geleszta megjön, akkor meg elköltözünk. Sába nyilván egyből el is mondta.
Ez az. Most van az, hogy jók vagyunk. Pont nincs 1000 fám. Hazd meg. Megoldjuk. Megoldjuk. Nem tudsz kimenni a szobából, mert már megszakad a jel. Hát... nekem eddig egyik füles, hát kettő vezeték nélkülim volt. Ez a legjobb eddig. Ilyen téren. Legalábbis. Hát figyelj! Azt tudom mondani neked, kérlek, hogy ennek az akkumulátora nagyon jó. Hát ezek... kettő napot végig streamelek. Kettő napig végigmegy. Egy napi... 20 órát simá... nagyon jó ennek az aksia. Hihetetlenül jó. A másikhoz képest az Alienware az tudott... tudom én mennyit. Röhelyesen keveset, így a nap végén föl kellett tennemtől mindig tölteni. Nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Igen kényelmes. Ebből a szempontból így nagyon-nagyon kényelmes. Maga a kényelem meg nem rossz. Hát kicsit furcsa volt, mert a fül része eléggé kicsi. Tehát a nagy fülűek hátrányban vannak. Hangminőség szerintem kiszak jó. Eddig legjobb füles ilyen téren is. Úgyhogy... Basszeg, ezt nem mondott komolyan. Az éveszőket elfelejtettem elrakni. Kurva élet bassz a teherbe, az bassz meg! Ezt nem hiszem el! Hihetetlen. Amúgy. Hihetetlen. Én voltam. Mindegy, fa kell. Kurva gyorsan fa kell, mert befoglalja a házam a francba. Extra loser voltam. Extra. Ja, hát igen, kábellel borzasztó.
nem szeretem a kábeles megoldást most már. Egyszer valakinek van, volt vezeték nélküli fülese, akkor onnantól kezdve nem is akar mást. Meg mindenből jó a vezeték nélküli egyszerűen. Én nagyon szeretem legalábbis. Ilyen téren ez a füles, ez... Ez ki a kurva anyja ez a gyerek, bazzak, hogy már megint itt jaszkarizik. Hát a büdös istálóját bele nem hiszem el. Csáva bele. És végül megint nem a fát vágtam le. Úgyhogy kellett volna. A büdös kurva élet, bassza meg. Nem hiszem el. Gyorsan a... Bassza meg. Kár ezért. Szedjük le ezt a cocát gyors. Praktikusság szempontjából jobb. Igen, 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 igen. Hát... Igen. De az is végül is praktikusság, hogy nem kell töltened. Szia, Sirarnó. Ez a zsír, ez nagyon kéne. Bőr meg nem is volt. Most sem vissza kell venni. Annyi ágyat leraktam. Bár-bár öngóllal felér. Valaki lehet, hogy itt somfordál. Ja, hát annál persze bármint. Igen, igen, így van, így, ahogy mondod. Így, ahogy mondod. Hogyne. Főleg, hogy ha messze van tőled a számítógéped. Akkor meg a... Ez én vagyok. Az én vagyok. Balta. Legyen már balta. Várjál, nekem van ilyen skin-es baltám, balsz meg. Hát akkor miért nem azt használom? Hát nem úgy van ám az, gyerekek. Kicsit ilyen futurisztikus ez a... Ez a balta, de... Tök menő, nem? Megint ott van az a buzi. És jön le hozzám a kurva életbe bele. Ez mi a gyász? És jön ide a majom. Конечно, почему мы тебя не убивали?
Дай 50 скрапа, и мы тебя не трогаем. Фармишься с коин. Hey, can you hear me, my friend? Do you speak English? Bro, give me... So, speak English. Give me... Sulfur. Sulfur, my friend, sulfur. Give me sulfur. Yes. Okay, and are... Yes. And... We are friend? Huh? Yes. Yeah, friendly. Okay. Okay. Yes. Kíváncsi leszek erre, bazd meg. Wait a minute, my friend. Wait a minute. Az meg hát... Kíváncsi vagyok erre, kiviszem neki a szulfurt, hát ha ilyen... Akkor ilyen. Ennyit megér 200 szulfur. Rosszul raktam lesz a szart. Hey! Where are you, my friend? Where are you? Anya picsáját. És ez vissza fog jönni, az, hogy behajtani a... az üzletet. Majd figyeljétek meg, vissza fog jönni. Hó, hogy a kurva anyját, de meg fogom taposni ezt az istálóját, de tényleg. A rohadt róger, gyerek. Ide jön üzletelni. Én meg a postás vagyok, bazd meg. Na várjatok, csináljunk kebencét villámgyorsan. Igen. Azt mondja, hogy nekünk kell... 11, 44, 48, így meg vagyunk. 52, ha minden igaz. Akkor én ebből még ilyat is tudok kraftolni. Ho-ho-ho-ho! Vagyis hát... Elvileg. Zsarol a fickó. Zsarol. Én nekem is ez kéne. Ja. Zsarol. Sakban tart. Sakban tart a majom. Fuck you, majom. Fuck you. Csontként sem, mondjuk ezt nem nagyon kéne kivinni. Hát semmi nincs. Semmi. Kaj az van. Éhe nem halunk. Az már mondjuk jó. Na és akkor. Kemence. Na hát igen, itt vannak a problémák. Kemence. Itt állt meg a gyerek? Valaki itt állt meg szerintem. Nem csak lelassított, jó. Ennyi fa van itt. De igen.
kimegyünk. A csontkést azt nem visszük. Így mehetünk is. Még lehet, hogy sütögetnünk is, de azt se tudok sütni, baszki. Fa kell. Fa bizony. Fa kell, mert megy le a nap. És akkor legalább éjszaka tudunk raftolni egy-két dolgot. Föl kell szippantani magunkat gyors. Nadrág. Ellopta a rohadt paraszt! Ha persze. Mocskos szemét sarlatán. Keverék. Kocsvalék. Alhadék vagy mi? Milyen szavak voltak itt az elmúlt időszakban? Jézusom. Bokrokat is el kéne tüntetni amúgy. Ezt visszavisszük, nem úgy beüssön a gebasz. Megint valaki levadászolik, hát vigyük vissza, az a biztos. Kemence. Ez az. Mondhatok ezekről semmit, salikama. Ezeket az információkat próbálom kerülni. Dobbi rászózások arról szólnak, hogy feltűnési viszketegséggel rendelkező a gyerekek ellen kell játszanom. Bokrokat? Hát ő foundation-e, tehát ilyen alappal. Ilyen háromszögekkel esetleg el lehet tüntetni. Csináljunk egy ilyet is gyorsan, hát ha még el tudunk menni bányászni. És egy kicsit megpróbálunk agresszívabban menetelni. Mondjuk, hogyha én most így csatázok. Ah, picsába, nem jó. Campfire. Sal. Zsákot meg nem tudok csinálni. Campfire. Hús. Most azt nagyjából megsütjük. Csak nagyjából. Medium, mediumra. Rögjön. Kicsit eszünk. Csak egyben meg is indulunk. Off topic. Nyomjad, persze Salika, nyomjad. Hát amennyire tudok, belefolyok. Jó, semmi több. Jó. A legjobb kőhöz jöttem, úgy látom. Figyelek a kislábújjamra. Köszi. Szia ide-oda. Hú.
Egy kicsikét le vagyok maradva most így a Barcelonáról. Az a helyzet, hogy elég ilyen... Voltak gyönyörű helyzetek meg villanások olykor idén, de... Valahogy nem túl acélos. Pedig szerintem ebből lehetne egy nagyon jó csapatot csinálni akár. Van potenciál ebbe a csapatba. Szimpatikus nekem. Továbbjutás meg hát szerintem kötelező volt. Tehát tök mindegy milyen formában van egy Barcelona. Nekik ez kötelező. A továbbjutás egy BL csoportkörből. Legrosszabb esetben második helyen. Milyen kis nyugalom lett itt, basszus. Orosz fickót elküldtük az anyjába, kész. Nyugodtság van azóta. Az meg itt a fűszálaktól, de megijedtem. Na. Jó, haza. Ennyi elég. Bőven sok is kemence bepörögve. Hát nem sok fémet hoztunk. De nem baj. Ebből lehet már faszán fejleszteni. Egész jó. Mondjuk nem is tudom, mi a szart fogunk fejleszteni. Ja, de. Ajtó. Úgy biza. Én sajnos meg tudtam állni salikam, hogy ne nézzem őket. Sajnos. Nem örülök ennek. De hát most mit lehet tenni, nem? Tettek azért nem keveset. Hát, igen. Hát szurkolok ettől függetlenül amúgy nekik, de módjával. Jaj, de kalapács kell. Kalapács. Te semmit nem nézel, amit másik még válogatott meccseket sem. Hát ja, nem, hát persze, hogy nem. Uralmas. Nem volt kihívás. Amikor volt tétje, akkor észre, de most nekem az nem tét, hogy EB kijutás. Ez már konkrétan az egyik kezünk rajta volt a trófeán. Vagy továbbjutáson. Nem tudom ezeket komolyan venni valahogy. Nem lenézve a többieket, az ellenfeleket, de hát... Ez van! Hát hihetetlen. Azt mondja, hogy... Ezeket a szarokat most leveszem magamról, kimegyek cucc nélkül. És... Te! Így van, ez kelleni fog. Meg ez is kelleni fog. Meg ő is kelleni fog. Hát meg talán ő. Igen. Szuper jó. És akkor csinálunk ide egy loot szobát normálisan. Úgy ahogy kell. Megadjuk a módját.
Nagyszerű. Ja, és akkor most van az a küldetés, hogy szét kell vágni ezt a szart. Vele. Vele is. Ez az. Hát mondjuk nem sok mindent látunk most. Mindjárt meg is oldjuk ezt. Hova a francba tegyük le ezt? Ja, megvan. Hát ide. Ez elé. Ez kész. Meg is van. Ez sima. Sötétben nem látlak meg. Ja, igaz. Igaz, igaz. Kis rasszista. De igen, igen, igen. Hú, nagyon igen. Bizony. Na és hát akkor éjszaka legalább haladunk ezekkel. Doboz. Három doboz, ha már van az. Hú-hú. Első osztály, azt tele kell rakni. Jelezte a érkezéséig, és akkor utána aztán. Indul a hadd elhadd. Egy bizony. Téged meg a hóban nem láttak meg? Hogy lenne már ez rasszizmus? Hát nem magyarázd már meg nekem. Jó, nem kell, hülyéskedek ám. De pont te nem tudod, hogy hülyéskedek. Talika, ma megváltoztál nagyon. Rád se ismerek, kérlek. Rád se ismerek egyszerűen. Félelmetes. Hát most kell azért egy néhány fém. Kint folytassuk a házikót? Folytassuk, igen, jó lenne. Éjszaka leple alatt talán tudjuk is folytatni. Sok mindent látoskatok. Hát remélem, hogy azt a keveset azért jól látom. Várja, mögötte is, remélem mögötte is fal lett. Vagyis kőfal. De? Nem bazd meg, de jó, hogy megnéztem. Thank you.
Ki is rohadt buzi? Ki is rohadt buzi? Bro, come out, please. I just want to say hi. Please, bro. What compensate? Huh? I just want to say hi. Please, bro. Okay, okay, go home, my friend. I just want to say hi. Go home. Okay, no problem. We are friend. Go home. Oh, okay, bye. Bye, bye. I no shoot you anymore. Okay, okay, me too. Bye. Most ez vagy tényleg ekkora hülye, hogy ezt elhitte, és neki ez így jó, hogy barátok vagyunk, vagy átvert. Átvert. Hát most ez könnyen ki fogjuk deríteni az a helyzet. Jaj, Istenem. Szarházi. Most ez miért nem nyílik meg? Lag van? Ez mi? Ez mi a gyász? Kurva ne lag van, gyerekek. Ez mi? Hát meg nem nyílik meg. Meghalt itt minden szerintem. Tábortűz? A tábortűz okozza? Ki is fagytunk. Kifagytunk. De miért? Meghekkelt a srác. Igen. Szerintem mindenki kifagyott. Azért ez elég extra. Volt már rá példa szerintem. Szerintem valami gáz volt. Ki tudja, csetet nem látjuk, nem tudjuk, hogy mi volt. Akármi is történjen a gyereknek, tényleg, hogyha gyorsan fölmegyünk, körbenézünk és megtaláljuk az alvó testét. Kivégeztük akkor a páncélszekrét. Jó. Bizony. Oda megyünk, és a csontkésemet felnyomom neki valamelyik. Hogy beszélsz? Gratulálok, Aibin, gratulálok. Így kell feszültséget generálni. Szép volt. Csinálunk rá még egy nyílást pluszban, igen. Úgy van. Jobban szellőzik a popó, mint a Bad Boys 2-ben. Jó kis film. Amik én a modernkori folytatását annyira nem értem már. Valahogy nem volt annyira atya úristenes. Kíváncsi leszek, hogy honnan tudjuk ezt folytatni. Aztán az is lehet, hogy csak mi fagytunk ki valamilyen okból kifolyólag. Fene tudja.
Teljesen mindegy, Royal. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy ez. Meghallod, hogy Bad Boys kapásból a második rész ugrik be. Na várja, most a második rész, az melyik? Tehát régebben ugye kettő volt, és sokáig, sok szünetet tartottak, és az volt a Bad Boys 3, ugye? Meg most lesz a 4? Vagy valami ilyesmi. Én keverem nagyon. Keverem. Kabarom. Az a drogos. Hát egyre azért nem emlékszem rá az a helyzet. Sajnos. Első rész, amikor a csajt védték meg, második a drogos, a harmadik meg a boszorkányos. Aha, köszönöm. Jót beszélgettünk, Sallika, ma végül. Köszönöm szépen. Sokkal előrébb vagyok most, úgy érzem. Igen. Mi mindig jót beszélgetünk, hát persze, tudom én. Hát minden oké igazából. Ott tartottunk, hogy kimenjek full pucéra, és ezeknek a hülye gyerekeknek a körbe alá nézek. És hogyha minden tiszta, akkor... Akkor minden tiszta. Várjál csak, hát ez meg szerintem... Ó, gyerekek. Hoppá. Tebe fa kell. Hát ez tiszta. Tuti elhúzott már innen a srác? Tuti. Jó, jó, ez nekünk nem rossz hír végül is. Hát, ha elmegy, te... Mert elvileg ugye 10 perc után már nem lehet lebontani. Ezt le lehet? Ezt még le lehet bontani. Gyorsan szépítsük, húzzuk föl. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Nyilván a tervezve bent van ott, bazd meg. Várj, ennek hogyan is kell kinéznie? Háromszöget kell kapnia, ugye? Viszont akkor nem fog beférni a láda. Ó, akkor hiába is építettem ezt a szart ide. Scheisse. Akkor sztornó. Sztornó vissza minden. Vegyünk fegyvert. Kardot. Irány scrap. Scrapezni. Vagy rakjunk még egy ajtót oda? Amúgy rakhatnánk oda még egy ajtót, baszk, ez pont kijön. Figyelj ide, simaliba. Rakjunk, 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 indulás előtt. Rakunk oda egy ilyen szart. Kiveszőt vigyünk most azért. A megoldható. Őr. Nem sok mindenünk van, azért nagyjából jó lenne fölöltözni. Nadrág. Húha. Ennyi?
Jézus úristen. Ebből mi lesz? Meg vigyünk egy csontkést, hát ha tudunk állatot legyakri. Azt a milyen lag. Az igen? Cikét iszunk. Na, menjünk és öljünk meg mindenkit, most már elegem van. Ez egy állat. Hát ezt haza is visszük. Jaj, de jó! Hát jaj, de jó, gyerekek! Drág, cipő. Kész. Ennyi. Fullos. Oké. Mehetünk a francba. Most már jó lenne nem meggondolni magam. Harcra fel. Ha fehér lett volna a disznó, akkor nem bántom. De rasszista vagy. Műrasszista. Műmájer. Műmájer vagy Rózier. Műmájer. Az. 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 Ott egy ló a háznál. Hát én azt úgy ellopom. Valaki fönt van az épületnek a tetején. A szupermarketnél. Igen. Kettő scientist. Három. Hát... Fél automata fegyverre valaki lő már.
Fogyázva. Hiper-szuper csákány, ez jó. És a Luffy-kkal mit lehet csinálni amúgy, kacok? Ennyi volt? Ennyi volt a Luffy? Az csak így dísz? Lovat lehet ölni, persze. Hogyne, hogyne, hogyne. Néha kell is amúgy taktikailag, szerintem. Abból kifolyólag, hogy... Na mi az a sok szövet ott? Rosszul láttam? Ezek még ilyen kis pici szarok. Ó. Mindegy, nem vagyunk teletetenek. Visszük. De csodálom, hogy nincs itt errefelé senki. Nagyon csodálom. Bár ez lehet, hogy nem sokáig lesz így, ha jól hallom. Dísz a dobozon. Na. Ah, valami barom állat lootolt errefelé. Felét itt hagyta. Nagyon parádé. Külön rajta van a lúton ezek szerint. Aha. Értem. Ez a ló talán jó lesz majd, megmenthet bennünket akár. Az nagyon komisz. Ehhez amúgy sörétet tudok is craftolni, ugye? Ez a sörétéshez. Ha! Megbassza az anyját. Jó, hát ez ilyen, és mi a szart csinálják ezzel, bazd meg. A picsába. A életbe. Ketten ott voltak, és hát nyilván nem íjjal, nem csak azzal. És egyből elő, bazd meg! Egyből elő! És kész. Ennyi voltam. Nagyszerű. Franc. Pont nem tudok ilyat craftolni. Hát ez fasza. Vigyünk egy spirit. Őristen. Őristen. Igazából azt kéne nekünk, hogy kimenni a vízre. Tehát a vízről én hogyan fogom behozni az anyagot? Hát ez rohadt messze van. Nem biztos, hogy olyan jó helyre költöztünk, gyerekek. Nem biztos, nem biztos. Mert most itt jelenleg nyugis a hely, de... Ez hamar változhat.
Menjünk ilyen felfedező túrára? Skacok, menjünk. Menjünk, megnézzük, hogy... Eszíteni valunk nem igen van ám. Elindulunk egy spírrel aztán. Jó, nem lesz hülyeség. Halló, szart hülyeség, bazd meg! Induljunk. Ugye lenne hülyeség. Aha, valamerre mennek tovább. Jó. Oké. Okay. Szia, Harris. Köszönöm szépen. Megint rász, bizony. De jót nem tudtam rászhozni. Amióta. Na tessék, itt is van a szövet. Vagyis hát mondjuk ezzel sokra nem megyünk. Kellene hozzá fa, itt a fa, tessék. Terülj, asztalkám. Most akkor kő kellene. Ott a kő. Hát, hogyha ez ilyen út lesz, akkor most egy ló kellene. Egy ló. Mert most már konkrétan ilyet tudok csinálni. Ez mi a szar? Hát megpróbálunk defenzíven játszani a lehető legjobban, skacok. Más nem nagyon tudunk tenni. Téka talp, nagyon jó, az kellhet horgászáshoz. És hova lett a lovam amúgy? Valóban annak itt kéne lennie, nem? Erre felé haltam meg egyáltalán? Tudja már a fene. Ki követi ezt? Ott volt. Hol? Hol? Csupasz? Hol? Nem volt ott. Az ott balra egy autó. De úgy itt kéne lennie valahol. Ezek nem hiszem, hogy elvitték. Elvitték? Lehet, hogy elvitték. Hát ketten voltak, ugye? Az lenne a cél. Nagyon necces ez így. Én elmegyek, horgászok. Esetleg. Akkor... Hát... Bomba, ez kell. Ott a fishing village. Nagyon jó. Kő. Legalább nyilam legyen, basszus. Ez a beszéd, apukám, ez a beszéd. Ja nem, fa kell! Fa, bazd meg! Itt a fa. Hát jó sok nyilvesszem lesz. Na kérem, bemenjünk? Be kéne. Legalább egy oxigénpalackra valót össze kéne itt kint guberálnunk, amúgy. Viccen kívül. 34 scrap. Hát azt hiszem 100 egy oxigénpalack. Azzal már azért lehetne menni. Koskodni. Alakít hajt a metal pipe-ot, mi a szar? Hát de hülye volt.
Elvileg én bemehetek, ugye? Nincsen piros szélkeresztem, nem fognak lelőni se. Amúgy meglepően kevesen vannak itt, basszus. Rendkívül ilyen kevesen. Rendkívül ilyen kevesen. Bármi van, bassz fel egy napszemüveget, rúg ki az padlóig, rúg ki a kórok, mert ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szívja, hogy nincs a jól. Ez tök durva. Még van szövet. Hát most ez az a kis szövet miatti kockáztatás véget remélem nem fogok elhasalni. Valami baromarc miatt. Csak ez az egy volt itt. Én láttam még, ha mindegy. Royal, nagyon szépen köszönöm neked a feliratkozásod. Üdvösen, hogy tapsolja neked. Éljen a párt! Úgy van! Éljen! Na! Üdv kollega! Ez igen. Köszönöm szépen. Jó, hogy valaki ott darál? Viszont, hogyha ő ott darál, akkor lehet, hogy van valahol egy csónakja? Bazd meg, és már fut is el. Van csónakja. Van. Valahol volt legalábbis, nem? Privet. Oké, dzsévacska. A száját. Mit pofázik ez? Ezt a csónakot ellophatjuk, ha ügyesek vagyunk. Gyorsan daráljunk, baszki, gyorsan, nagyon gyorsan daráljunk. Mindent darálunk a francba, mindent is. Hogy legyen minél több mindenünk. Üzemanyag? Van. 17. Gyorsan. Gyerünk! Ő most jött a tengerről, ez a sász viszont engem kinézhet. Oroszul mondta, hogy szia. Pripyat. Ezt mondta, hogy Pripyat. Vagy ez mi volt? Pripyat. Jó, hát nekem ez kínai. És már el is megy. Fuck you! Fuck you! Csíra! Mi van, csíra, gyerek? Félautomata testet is? Azt is. Engem az égvilágon senki nem fog most elkapni a nyílt vizen, az kurva élet. Te mondjuk nincs is fegyverem normális. Egy spírem van, azt jó napot. Hát ezzel nem sok mindent tudok kezdeni. Püpjatj! Hát ha valaki érti. Orosz barátokra szert tenni. Lehet nem olyan előnytelen dolog. Ha ott valaki ugrál. Na várj, oxigénpalack. Várj, mennyi? 3.30. Árja, hol lehet vásárolni? Nála boat vendor? Ez akkor nem jó. Nem jó. Oxigén palack, my friend, oxigén palack. Megkapom. 35? Ne viccelj, első osztály. És most megy el a csónakkal a srác. Je to kurva! Tam jsem sumy. Šema. Ott a čolnak. Je to kurva! Šakadaš kurva do tej útky šera? Pászeg is ők is jönnek ki. Úgy teszek, mint hogyha afkolnék. Rakétával a hátán! Mi a szar? Ó, azta! Az igen, ezek nagyon komoly legények már. Húha! Az igen. Vagány fiúk, jó van. Na hol van csónak? Csóró vagyok.
Hey! I can give you a blowjob, my friend. Ha? Jött a kurva! Ez lehet, hogy nagyon csúnyát jelent amúgy. Júj! Örülök neki, Loyal. Köszönöm szépen még egyszer. Mendek. Basszus, most vegyek egy hajót! Tehát egy csomóan kint vannak a nyílt vizen. Ó. Na várjatok, megnézem itt a térképet. Nem akarom még fölfedni, hogy... Hát most kimehetünk a nyílt vízre. De... Az egy nagyon kemény út lesz hazafele. Juhúj! Még már ezekkel a cuccokkal is érdemes lenne hazamenni. Amúgy. De most valahogy olyan kis... Nem tudom, jó, nagyon jó feelinge van itt most a játéknak. Most ez úgy rendesen... Szívbe markolt. Meg ezek a suhancok kint a nyílt vizen operálnak ám. Meg ennyi üzemanyaggal én mi a szart csinálok? Á, bánatos kurva élet. Na várjatok csak, kimegyünk még hordózunk egy picit. Atya úristen! Hát ez nem igaz! Nem akartam vizes lenni. Ússzak és evezzek? Az lesz. Ez a srácom hogy honnan került ide? És neki csónakja valahol. Trükköznek ám itt páran biztos. Itt nincs piros hordó, hogy üzemanyagra szert tegyünk. Ebbe viszont lehet valami. Ó, mehetünk, mehetünk. Itt a kard. Na ezt, ettől paráztam, ettől ezt hiányoltam igazából. Ezzel együtt és egy hordó. Ja, ott volt a drop valahol, igen, de hát az... Az nem nekem. Drop, de nem nekem. Na jó, hát akkor kihajózunk. Vásárolunk egy hajót, itt vannak a rakétás gyerekek. Hát ez fasza. Nagyon komoly. Tekintély parancsoló. Biztos dolgokat ide letesszük. És hát ameddig tele nem leszünk. Toljuk neki. Hazamegyünk ezer scrappel aztán. Jó napot kívánok. Ennyi. Idén a húj. Azt én sem tudom, hogy mit jelent. Szervusz nyúl. Hát nem sokáig leszek egyedül. Ne, tessék akkor. Féltesz mi? Nem kell. Nem kell, jaj. Jaj te, hát. Várj, ezt daráljuk csak befele. Ebből tudok akkor egy nyílveszőt csinálni elvileg. Van. Hamarosan jön el ezt a... Hát ezt a 11 fát én meg... Feledobom a csáva oda. Úgy, úgy. Ott rohadjon meg. Nem jótékonykodunk senkinek se. Na, kérünk egy hajót, az viszlát. Mennyibe kerül egy hajó? Csak egy kis hajó. 125! Csak... Csak üzemanyagom nincsen, kollega. Üzemanyagot merre találok? Gondolom azt is, hogy nyílt vizemi. Az meg. Hát ez jó, jó kis út lesz. Ja, hogy 50-et kapunk, persze! Azt ilyenkor mindig elfelejtem én hülye marha állat. Ezt pedig gyorsan vegyük föl. Így, így. És most, ha gáz van, víz alá. Azonnal víz alá. Ez lesz a taktikán, gyerekek. És figyelni kell nagyon, hogy van esetleg
Van esetleg... Mi a csuda? Sokszor így öltek meg egyszer, mikor ennyire nyugodt volt itt a környék tenger alatt járóval. Most merre tovább? Hát sehol semmi. Hát hol a loot? Gyerekek, sehol semmi és senki. Szia Tomi. Megyünk. Üzemanyag van most már. Jó van, azért kéznél is tartok egy keveset, hogy... Aha. Előttünk van. Az orosz haverjaim összeszedték. Hát amúgy igen. Hát sőt. Itt járt valami kókler. Itt hagyta ezt a ládát egyedül, vagy hordót. Micsoda. Micsoda tróger. Van egy partra hajított hajó is. Ezt jó észben tartani azért. Apukáim, nagyon sok szajré van itt a vizen. Úgy tudjátok, mi lenne még rohadt nagy ebbe a játékba? Hogyha megvásárolt csónakot vissza lehetne vinni. Bazd meg. Azt a kurva! Viszlát! Picsába! Az ott egy... Az ott egy hadihajó. Az ott egy hadihajó volt így a semmiből. Talán nem jönnek le, értem. De ezek mi az anyjuk úristenét kavarnak itt kint? Ó, bazd meg. Ezek ott vizsgálódnak, minden kis hajót úgyse tudják elvérni. Kicsit odébb megyünk, azt figyelünk. Gyerekek, lassan éhezni fogok. Ennek a tónak olyan a vize, mint a háborodás. Zavaros. De ezek még mindig ott szerencsétlenkednek? Idióták. Rohadt életbe bele. Menjetek már anyátokba, de tényleg. Csak nem, hogy kapjak egy fejest tőlük majd. Ezek mire várnak amúgy? Ha nem vagyok túl indiszkrét. Azért a fishing village-ről elég messze vagyok. Ezek mit csinálnak? Kössük el a... Nem lehet, azt nem lehet. Ah, az brutálisan összetett. Azt szénégyezni kell. Az ajtókat le kell szedni róla. Szedik össze a cuccot. Hát most ott nem volt sok cucc.
Igazából már minden lényeges itt volt nálam. Ezek lehet itt megálltak pihenni, vagy mi? Na jó, úgyis láttunk itt egy hajót a parton. Ott van ki. Hát de szépen kiúszok, csak kockázatos. Tehát ott lehet, hogy laknak. Meghallják ezt a Darth Vader-ezésem, aztán kijönnek a francba, lelőnek. Úristen, mennyi lootolni való? Nem igaz. Na? Most valami mozgást látok. Hát ezek nagyon hülyék. Ott ugrál a hajó. Hajón. Na elmegy a barom. Az meg, ez ide jön? Nem, csak megfordul. Jó. Vagyis remélem, hogy megfordul. Húha. Ussza-e! Te valaki van a víz alatt, bazd meg. Hogy ez milyen jó isten volt az a... Cápa! Ne basz! Ott szedik össze a scrappet ezek a suttyók. Itt nem lehet cápa. Ne hülyéskedjél. Hát nem erről volt szó múltkor. Üzemanyagot tuti kivették ezek a suttyók. Süllyednek el ott a dolgok szerintem csak. Ezek ilyen vagány gyerekek, hogy... Csak úgy lazán itt hagyták a piros hordót. Nem kell nekik üzemanyag. Mi a jó istent hagytak ezek itt? Üres hát, kurva anyját azt. Az ott mi? Itt hagyták a levegőben a vágóasztalukat. Kövek. Meg emberhús. Az. Jézusom! Ezek kalózok voltak. Hát mi ez a szadizmus? Júj. Hát kirázott a hideg. Jaj, az a kurva békatalp. Nem vettem le, nem bírok mozogni tőle. És még jó, hogy észrevettem, és nem lőttek rám. Hajmeresztő, hát nem megyünk utáruk azért, mert megyünk visszafele, úgyis gyorsan spónolnak vissza ide a dolgok. Vagy tudjátok mit, megvárjuk, míg este lesz, az este megyünk haza aludtan. Hát nincs igazam. Hát csak nem fognak agyon lőni este, kilát este, hát éjjel látom azért nagyon szoktak pászkálni. Igen ritka. Nagyon tele vagyunk el ezt a, igen. Bolhával. Na ott van lent a loot. Ugye? Ez a fehér kis vízbasz azt jelzi, ugye? Én lemegyek, megnézem. Azt a kurva, itt egy hajóroncs. Hol a loot? Mellette? Antáj! Bazd meg, ez nagyon félelmetes, te.
Open. Ha bazd meg, ez fölment! Jó, semmi baj. Csak ez az egy loot van itt lent. Létezhet? Itt van még. Hány láda szokott lenni, skacok? Hát nem sok mindent látok. Öt! Jaj, Uzier, persze, pont te fogod megmondani. Már megint Uzier írja a hülyeséget. Hát nem igaz. Na, húzzunk fölfele. Egy kötője négy. Oké, köszi. Apukáim, na mi van? Hol a többi? Még egy bicska. Még valami? Mindent? Éha. Megy le a napocska, és behozták a lootot a fiúk. Megjött a nagy kalózhajó. Itt van amúgy még egy ilyen fehér kis hója. Ha jól lát, igen, itt van. Remélem nem jönnek ide. Gyorsan le kéne menni, mert lemegy a nap, aztán szart nem látok. Menjünk le. Csak baromian félek. Hát itt nincs szar se. Ez létezhet? Ha valami barom elvitte. Na jó, elég volt, megyek föl, félek. Meg sötét is van. Bemegyünk, megy le a napocska. Darálunk egy keveset. Hát mondjuk ezt a hajót basszus nem tudom hol hagyjam. Itt kint hagyjam a nyílt vizen. Vagy ezért visszajövök. Igen, visszajövök még. Igen, visszajövök. Már próbálok visszajönni. Nagyjából itt hagyjuk. Beúszunk. Vagy csak menjek be, de el fogják vinni a hajót. Biztos, hogy elviszik a hajót. 100%. Őrizetlenül hajót hagyni nem lehet. Ugyanolyan kódusok vannak ott bent, mint amilyen én voltam nem olyan régen. Hát nem sok van már ebben az oxigénpalackban. Kellene vásárolni egyet-kettőt. Hát...
És ugyanolyan ajtó van rajta, mint egy házon. Fém ajtó. És bárhova, bármit lehet pakolni. Nagyon komoly ez a hajó. És oda mész fel, ahova akarsz. Víz ki fogja sodorni a partra, ha sokáig itt lesz. Tényleg? És nagyon sokat fogyasztod a hajó? A fene. Ez kemény. Ez kemény. Jó hangzik. Mit tudunk még bedarálni? Mondjuk őt. Ez kész. Ja, meg ő. Persze, minden darálunk, minden darab. Gyorsan. Ja, világos vagy, Harris. Csak hozzá kéne jutni, Harris. Megnézzük, hogy hol lehetne hagyni a hajót. Ha jó is tud ilyet csinálni. Ugrásra kész vagyok bizony. Igen. Lehet, hogy ebbe az öbölbe kéne hagynom. Kis hajó. És akkor futi haza. Éjszaka a leple alatt. Hát gyerekek, imádkozzatok, légy szíves. El is kezdem magam kötözni okosan, ügyesen. Nem lesz gond, nem lesz gond a kajával. Hoppá. Eddig jó.
köpése vagyunk. Otthon, édes otthon. Ez az! Ez az! Urvakano Zoli! Azt a büdös istálóját bele! Na! Ez jó volt! A kurva életbe! Anyám, borogas! Ez jó volt. Tetszett. Közben sütögessünk egy keveset. És pont úgy értünk haza, kérem szépen, hogy jön fel a napocska. Bizony. Jön, érkezik. Figyeljetek, amúgy egy HQ fal az mennyibe kerül? Csak így a kíváncsiság kedvé. 13 a tető csak. Ez itt oldalt meg 20. Ja, hát 25, ja. De 2000 HP-s. 2000 HP-s, szóval. Az elég durva lenne azért. Azért. Hát figyeljetek, én nem is tudom. Valahogy erősíteni kellene. Mit szóltok hozzá? Valahogy erősíteni. Hogy menjünk vissza és toljuk? Toljuk a loot kört? Hát amúgy ja. Az kéne ide. Igen. Ez elég izgalmas szerintem, ez rendesen jó buli, azt lehet mondani, hogy jó, férfias, jó, jó. De ott, hogy ott lesz-e még a csónakunk? Na ez viszont nagyon jó kérdés. Mi az, ami kellene nekünk? Esetleg kesztyű? Kesztyű csináljak, van érte? Na van. 5 klot. Meg ingyen van. Hát esetleg ajtó. Igen, ajtót mondjuk össze lehetne dobni. Valakit nagyon kezelésbe vettek, basszus. Hát nem kicsit. Bontsalak le, légy szíves. Ez most nem ér. Úgy. Na tehát így. Úgy bizony. Kell nekünk kettő. Erre is egy kódok. Így. Addig a helikopter legalább lerendezi ezeket az idiótákat. Akiknek baja van a rendszerrel. És igazam. Jó, ide lehetne még egy ajtót, apukáim. Merre nyíljon ez? Hát erre. Úgy van. Tökély.
Ide meg nem rakunk még. Sőt, oda igazából ládákat lehetne behaigálni villámgyorsan, és akkor legalább kívülről le tudnám rombolni ezt a szart. Hát így van. Így van. Állati zsír, szövetecske. Nagyon jó. És akkor kebencét is rakunk le. Az összeset kraftoljad el, apukám, az összeset. Hát ebből kijön egy három kemence, biztos. Én vizet valamikor találtam, vagy az... az másik életemben volt. Az baj. Az baj. Ott valakit nagyon kezelésbe vette, jó atya úristen. Jó, ide kapja valaki. Hát mi nem is megyünk addig ki tényleg. Fölösleges itt arcoskodni. És leszették a helikoptert, bazd meg! Hát Levente, látszik, hogy nem érted ezt a játékot akkor ezek szerint. Semmi baj. Kívülről a kényelmes fotelből mindig könnyebb okosnak lenni. Pedig én azt gondoltam, hogy tegnap hagytalak kiélni magad. Hát ezek szerint nem. Aki azt mondja a GTA 6-ra, hogy nem lesz jó. Jó, most szándékosan túlzom el. De ez volt a lényege. Az konkrétan bűncselekményt követel. Aki ilyet mond. És te tegnap bűncselekményt követtél el. És feljelentés nélkül megúsztad. Nem jelentettelek fel. Pedig megtehettem volna. Meg. De még megtehetem. Te ez itt mi a gyász? Ja, fajtó. Hát ezt vegyük már le. Úgy. Ja, jönnek a kemencék, tehát egy ajtó jön ide. Több nem is kell. Több nem is kell. Kódlok, kódlok, apukám, kódlok. És akkor meg vagyunk elvileg. Ezt meg kihajítom a francba. Szövet az nem kell most már. Állati zsír nincs valahol esetleg, még pluszban nincs. Jó, nem gond. Hát folyadék meg. Ágyad nincs. Hát hogyan lenne? Írd le, légy szíves, hogy mi a neved. Messengeren. Mi az? Most dobjam lefele? Miért? Emiatt fölmondtál, vagy mi? Jó tetted. Hát ez, öcsém, ezt nem hiszem el. Azért. Most csinálok akkor ágyat.
Elvileg. Elvileg elintéztem a dolgot. Szia Miki, hát egyelőre igen. Ó, nincs elég fa. Oké, és akkor kintről... Csináljunk scrapből Nilgánt. De ahhoz meg egyes workbench kell. Ja. Scheisse. Figyeljetek, nem gatyázunk. Menjünk vissza buvárkodni. Így, azt hiszem így. Hogy vigyünk scrapet a biz... Nem, majd megoldjuk valahogy. Rendben van tengeri, rendben. Írjál nyugodtan. Mit hagyok itthon? Fejest? Fejes. Nem baj, ettől függetlenül nyugodtan írjál, tengeri, meg fogom kapni. Csak engedélyezem kell az üzenetedet. Írtál már egyébként? Mert én nem látom, hogy most lett volna, vagy lenne egy friss írni sem. De tudsz, írd le és kész. Nyomd az Entert. És nekem az üzenet kérelmek közébe fog ez venni. Úgyhogy nem tudsz írni egyáltalán, ezt se értem. Lehet írni nekem, de te is tudtál írni, Dotter. Hát akkor instán is írjál. Jó. De lehet írni. Azt fogja írni, hogy nem kaptam meg, de megkapom. Na szóval menjünk közbe. Ja, itt Twitch-e nem lehet írni. Ja, persze. Én Discordra gondoltam. Itt a Twitch-en persze, hogy nem. Hogy ne. Antiszociális vagyok. Teljesen. Na jó. Szia, Márkez. Haha, Jetran. Vállalok. Persze. Neked kéne? Akkor nem. Vállalok-e?
És volt lána egy kurva nérgen. Picsába bele. De kár érte. Mindegy, úgy éreztem, hogy ezt le kell harcolni most valahogy. Picsába bele. Kurva picsába bele ebbe a kibaszott crossbowba. Kettőt belém lő a gyerek és nulla HP-n vagyok. Rohadt életben. Mindegy, le kellett ezt harcolni valahogy, hát nem lehet mindig kerülni ezeket a csatákat. A picsába bele. De megnézem, hogy... Kíváncsi vagyok arra, hogy... ...19 HP-n volt a gyerek. Bazd meg! Nem lőttem jól. Franc egy gyerek. Na mindegy, akkor... Előről. Kell nekünk egy szép kis ruha. Igen. Valahogy, hát most vigyünk, de nem is kell scrap. De akkor kell scrap, hogyha elvitték a ruhánkat, basszus. Vagyis a hajónkat, a ruhánkat. Igen, és akkor megpróbálunk oxigén palack nélkül bűvészkedni, bravúroskodni. Megpróbáljuk azt valahogy. De várja, nekem kell nyílvesző is. Meg így. Még szép, hogy nem lehet visszatekerni. Kár, hogy ez eddig nem jutott eszembe. Kocsivatolja már valaki. Hát meg az már nem csak kocsi, basszus. 85 nap van hátra a lámpák kialvásáig. Ádám, nagyon szépen köszi neked a támogatásod. Köszi szépen. Mi a picsa? Ugrálnak föl. Fél automata fegyverrel. Na már is kinézett magának a gyerek. Jó, mindegy. És itt talán el tudunk slisszanni. Számolod már gondolom a napokat, Ádám. Jól érzem? Na, hogy jól. Még szép, hogy jól? Nem sokáig nyomom szólóba. Gyer, itt van Geleszta. A csapattárs. A csapattárs.
Hát valahogy megpróbálok visszamenni a hajóhoz, gyerekek. Ha egyáltalán ilyet lehet. Nagyon rossz dolog ebben a játékban meghalni, legalábbis nekem rossz. De ebben a játékban rohadt sűrűn lehet meghalni. Kava, félig. Egyik szemem sír, másik örül. Őlég balonozni is mehetnénk amúgy simán. Róf kimaradt. Ha. De nagy képű. Ez még semmit nem tett le az asztalra. Majd ha egy ládányi alkát idehozol, akkor esetleg talán lehetsz gróf. De addig. Folytana. Ott a csónakunk! Ott van apukáim, mit szóltok? Na. Csak semmi durvulás. És kacok, amúgy akartam kérdezni, hogy jött-e valami említése méltó patch a játékhoz. Tegnap volt egy nagy patch. Meg mi várható, vagy ilyenek? Na jó, húzzunk befele. És már lő a majom. Anyádat, te csíra gyerek, remélem valamelyik szomszédod nagyon lő ott a helyszínen, bazd meg. Rohadék. Sutyó gyerek. Meg elezt, hogy én föl sem mentem még amúgy Discordra, de nem... De nem baj. Miért van itt csónak? Lehet, hogy csak kalózok elkapták itt a... az egyik... tengeri rabszolgájukat. Befogtak valakit. Befogtak valakit dolgozni. Távcső. Hát ha. Ops. És jó fasz a vizes is lettem. Jó, mondjuk itt nincs hideg. Kuváruha sincs. Ez a helyzet. Semmink nincs. Semmi. Hű, ha. Ja, az nem jó. Így. Viszlát. Sem fölmegyek Discordra. Vagy amúgy beszélgethetünk privátba is. Fölhívlak, azt jó napot kívánok. Ugyanaz. Meghittem. Így van, írjál majd nyugodtan, és akkor fölhívlak. Vagy, ja igen, igen, én fölhívlak, és akkor ezt jobban látom, hogyha írsz. Azt hiszem. Ezeket is magunkkal, ki tudja mit kapunk érte, hogyha bedaráljuk. Úgy voltam vele ott az előző halálnál, basszus, hogy menjünk, nyomjuk. Nyilván tudtam, számoltam azzal, teljesen tisztában voltam vele, hogy elbukhatjuk a búvár felszerelést, ami kell
ahhoz, hogy ki tudjunk jönni ide a tengerre. De, mondom, kell a gyakorlás, basszus, hát. Mennyi scrapünk van? 48, ebből kijön egy oxigénpalasz. Jó, visszamegyünk akkor a... a fishing village-be. Jó van, Gelesta. Jó van. Nyugodtan legyél. Évezd meg. Nézem, már becélzott a gyerek, az biztos. Csoda, hogy nem lőttek rám. Megúsztam ezt most. Oxigén palaszt nélkül én itt hulla vagyok. Úgyhogy most már szépen Fala bácsi bedurrant egyet. Bedurrant egy oxigén palackot. Az meg le is állt. Kifogytunk, gyereke, kifogytunk. Aki el akarja vinni ezt a csónakot, legalább szenvedjen érte egy kicsit, ússzon. Legacy. Nem sok minden jött. Aha, fixek. Oil rig nerf. Egy óra helyett 30 perc után vagdos meg a rad. Azt nem vágom, hogy ez mit jelent. Ups. Csont. Csont. Basszus, itt a közelben, hát olyan nyugodtan el lehet most itt lenni. Nagyon furcsa dolog ez. Így. Meg kell-e még valami? Szemüveg. Segít az tényleg a látásban amúgy? Ó, de én nem, nagyon nem félek, rendesen félek lemenni, kilútolni ott lent a mélységben a hajót. Komolyan mondom. Rohadt életbe. Férfinak kell lenni, bazd meg. Vétel. Gereszta, mondjuk én a helyedbe azért csak fölvenném. Nagyon meg tud ölni az a cápa amúgy. Halihó. Hát nem hallak, Gereszta. Te most szivatsz? Jaj, várjál! Apukám, várjál picikét. Lehet, hogy én vagyok itt a hülye. Vétel 1-2. Igen, én vagyok itt a lúzer. Valószínű. Most! Igen, igen, igen. Szervusz, most már hallak. Hello, hello, hello. Szervusz. Na mi a helyzet? Elfáradtál? Hát futottam hazafelé, úgy begörcsölt a sípcsontom, vagy hát a vádlim. Úgy kell neked. Adtam én neked, össze ne törd magad. Mondjuk 5:30, nem gondoltam, hogy ilyen gyors hazaész. Hát ezért hát ennyit futni. Mondtam. Futni kell, remeg a testem. Jó van. Fog is még remegni, meglátod. Á, de hogy is. Behozzuk a gémet. Jó van, akkor legyen így.
Mai napra éderünk. Itt megígérem. Jó. Oké. Nem, nem mint hogyha szükségünk volna ilyen nagy ígéretekre, de... Na, legyen így. Figyelj, érezzük jól magunkat, aztán kész. Á, ez nem ilyen egyszerű, te is tudod. Komolyan kell venni. Nem komolyan. Lehet fogni nyomni a kretént. Persze, persze, így van, így van, így van. Igen, igen. Csak egy picit azért. Na jó van. Figyelj ide, most hogyan... Ágyat raktam le neked. Igazából onnantól kezdve mindent tudsz. Én most kimegyek a vízre, nyílt vízre, úgyhogy én most lootolok. Egyedül leszek. Nyugodtan. Klánba nem hívlak be. Meg nincs is, de majd létrehozok egyet. Sőt, most, hogy itt vagy, kint vagyok a száraz parton, gyors létrehozom a klánt. Jól van. Azt mondja, hogy... Annyi, hogy billentyűzetet egéret esetleg hallani? Hát majd ide, most az előbb hallottam. Ha amikor beszélek, akkor lehet, akkor valószínűleg megpróbálom megoldani gyorsan. Jó van, ügyes gyerek legyél. Próbálkozok. Beléptél már? Amúgy. Most töltök be, ebbe a pillanatba kezdtem el. Oké, oké. Mink van? Hol haladunk? Mi van kitanulva? Majd meglát... Semmi. Sár, ne viccelj. Nyugi. Majd ott meglát... Figyelj, legalább van már egy kiindulási pontunk. Egy jó, egy biztos, egy egész... Bizt, valamennyire biztonságosnak mondható. Talán. Ugyanaz a pálya van, amit néztünk tegnap? Igen, 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 igen. Jaj, de fasza. Igen. Azt hiszem igen, legalábbis, talán. Igen. De ez jobb, mint amire én számítottam egyébként. Jobban megnézve a dolgokat. Nagyon jó. Na jó, minden, nem tudom, hogy olyan foglak most meghívni, nem tudom, hogy ez hogyan működik büdös életben. Hát ha megcsinálod a klánt, akkor utána ugye ugyanúgy egymással szembe kell lennünk, és ugye a karakteremre rá kell nyomnod egy ebetűt, hogy meg tudj hívni. Jogos. Beállítom, hogy tudjalak nézni téged is, annyival előrébb leszünk. Na jó, hát én úszok befele. Nem gatyázok. Megelégeltem. Megelégeltem a sokszor. Szomszédok vannak? Vagy ellenség, bármi? Nincs szomszéd. Milyen környék? Hát van végül is, úgy, hát egy vasúti sín mellett vagyunk. Forgalom az mondhatni van. Hát most ez ennyi igazából. Jó, egész elfogadható. Hát most itt nem olyan régen ott a hegybe mellettünk bányáztak a szarháziak. Személyautóval. Néha elmegy a hangod, ez direkt van? Tényleg elmegy a... Mi? Komoly? Hát mondod a mondatot, és a fele az kimarad egyszerűen, mint hogyha a nyomógombból lennél, és elfelejtenéd nyomni. Jó, oké, nem gond. Mindjárt megoldom. Jó. Ja. Rakász, automata érzékelésre raktam a Discordot. Úgy tűnik, hogy ez hülyeség volt. Mehet végig, tehát tőlem lehet egész végig hangod. Nem zavar bármi nyomod. Jó. Most így amúgy mennyivel lett jobb? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Most ezt hallom teljesen. Most így akkor jó? Jó, mindegy, oké, akkor menjen most így a teszt. Aztán, hogyha nem jó, akkor majd szóljál nyugodtan. Jó van.
most már kint vagyok a nyílt vizen. Nyomom ezerrel a dolgokat. Kíváncsi vagyok majd mit fogsz mondani itt a környékre. Szerintem fullos. Mondjuk, hogy hova lehetne építeni, hogy hova tudsz majd építeni fasz a bázist, hát arra meg még kíváncsi vagyok. Megoldunk mindent. Mert ott a mellettünk lévő vasúti sín mellett van egy bazi nagy hegy, ott nagyon sok kő van. Ércek. Az egy elég érdekes hely. Nem véletlenül jöttek oda személyautóval lootolni a gazfickók. Aha. De hogy már személy is van már valakinek. Persze. Tehát hát hozták nekünk lényegében, csak egyedül nem akartam megölni őket. Nagyon helyes. Meg kell várni. Igen, igen. Na, mindjárt bent vagyok. Menjünk le a víz alá. Ajajajajaj. Aranka, Aranka nem fogja az én kezem most, az biz... Hoppácska! Áho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 h
Na. Na nézz oda. Kell ezt a csontekünk elleni fog szerinted? Sok csont? Vagy kidobhatom a francba ezt a 200-at mondjuk. Félre jöhetsz. De annyira szükség egyébként nincsen, tehát max páncért fogunk belőle csinálni itt az elején. Jó. Oké. Okay. Srác áll a csónakon. Hogy berosált, ugyanazt csinálja, mint én. Ugyanazt. Azt várja, hogy most itt mit fogok csinálni. Be is ugrott a vízbe. Ugyanazt csinálja, mint én. Istenem, de jó. Aj. Hatalmas. Hogy betol, most meg figyel. Kandiká ki a hajó mögül. Laci 2, igen. De jó. Nagyon jó. Elég közel van a parthoz. Ah, nem rizikoztak csak ezt meg gyerekek. Le van ez szarva. Hogy betolt a gyerek? Hát ez hatalmas volt. Magamat láttam kívülről lényegében. Zseniális. Amúgy volt ilyen fehér üvegecske, dobozocska. Hát én emberek lemenni gyerekek, komolyan mondom, emberek. Tegel lesz te szerinted a... Ez a búvár szemüveg, ez ténylegesen ér valamit? Hát jobban látsz benne sokkal nyilván. Igen. Persze. Hát akkor jó van. De most ahhoz, hogy lemenj mondjuk a víz alá ládákat szerezni, oda nem éri meg. Hogyha elmész a víz alatti laboratóriumhoz, és be akarsz nézni mondjuk az üvegen, vagy bármilyen keresztül, akkor ott sokkal több, mivel akkor látod, hogy mondjuk hol van a tér, hol rendben. Anélkül nagyon nehezen látod, hogy hol van benn valaki. A rohadt életbe. Kenyi távcső, nem is tudom, mi a szarnak kell. Gondolom hátít, az csak ad. Már távfragmentetet. Ja. 75-öt talán, vagy 25-öt. Ah, jó. Azért nem gondoltam, hogy ennyire vágod. 2400 órával? Hát nem sok az. Jaj!
Uda nagy képű. Két hétvége. Ugyan már. Két hétvége, persze. Ez meg itt vannak a kalózok. Az öreg anyádat. A húzás ki a partra, darálunk. Ne menjünk ki. Matek? Milyen matek, Koster? Hol volt itt matek? Volt valami matematikai feladvány? Kettő hétvége, négy nap. 4x24 óra. Ja, jó van. Tudja ő ezt. Tudja ő ezt. Gyere lesz, csak hűít bennünket. Akkor két hónap, hogyha így jobb. Na, sokkal jobb. Ha 24 órán a trédelünk, na hát ki ilyen pikpak az idő. Igen, igen. A gyerekek. Első szállítvány megjött. Ki ez a majom? Xavier. Hájek Xavier. Tataráló. Én mindent darálok, te! Mindent! Vagy ne daráljak mindent? Úgyis a scrap kell nagyon, nem? Persze, nyugodtan. Minden szart, amit találok, darálom befele a jó édesanyjába, az kész. Fickó egyből látta, hogy dobáltam ki a cuccokat. Éhen kórász. Micsoda. Az létezik, hogy az OBS 80 FPS-sel megy lejjebb, akkor nekem az FPS, hogyha az benyomom. Hát attól függ, mivel nyomtad be. Nvidia kártyád van? Nem, AMD RX. Aha, ott nem. Milyen kódolók vannak ott a beállításokban, nézd meg. Ezt inkább hagyom most. Hát nézd meg nyugodt, nem tart semmi, beállítások. Várj, akkor nem értek ehhez. Beállításokba bemész. Kimeret. Magyarul van? Igen, már beállítás. Kimeret. Kimenet, igen. Videókódoló, ott mik vannak? Toló szoftver 264, illetve a hardveres AMD. Az kéne? Az, igen, igen, igen. Aha, mert a másikon volt. Az baj. Megöli ez a processzort. Hát picivel jobb. Nem sokan, nagyon leveszi. Gondolom át kéne állítani egy-két dolgot. Lehet, igen, igen, simán lehet, persze. Nem foglalkozik vele máskor. Hát igen, nem most kellene ezt tesztelni, valóban, valóban. Jó van, te mire kér rá ilyenekre? Jó. Én dolgozok. Hát persze, oh. Azta. Nem megy a felvétel, és úgy is lejjebb megy az FPS, szóval. Hoppá. Az baj. Belefér. Na mink van? Hát semmink. Hát ez mióta ilyen? Ez most óta?
Ez most friss dolog? Úgy nekem se fut olyan hülye. Nem próbálgattam. Tehát most csak gondolom benyomom. Hát tudok belőle valamit alkotni. De majd legközelebb megnézem, hogy tudok-e valamit alkotni. Mikor jössz haza? Mi a terv? Hol vagyunk? Mi a pálya? Na. Menjek haza? Ahogy szeretnéd. Van nála 440 scrap, otthon is van egy 400-as. Vehetek, nem gond. Sima. Ahogy érzed, kicsit körbenézek. Addig akkor hazamegyek, simán. Hazaviszem a csónakot. Ha megyek is. Hú, hogy kell játszani ezt? A rásztal? Ja, az nagyon, nagyon jó lesz így, azt a mindenit. Best duo. Na elindultam hazafele csónakkal. Talán most sem viszik. Mivel? Mindennel. Jó, persze. Ahogy de. Ez vagyok én, ezt tudom nyújtani. Jó. Jó van, legyen így. Vizsni gondolom sokan vannak, sok ház van. Hát, mondhatni. Nem olyan vészes. Az meg az orrom előtt lőnek. Igen, hallottam. Hát én... Most itt hogy megyek haza? Sehogy. Látom. Még megy le a napocska, megvárom akkor, hogy este legyen. Komolyan mondom ezt. Én megvárom. Múltkor is úgy mentem haza. Ez pont jó. Aha, itt vannak előttem. Ajjaj. Szerintem ez egy duó. Nem, hárman vannak. Hoppá. Hát itt mire lemegy a nap? Főzök egy kávét. Azt kéne csinálni, kihúzom a csónakot a partra, ezt alábújok. Felborítom és alábújok. Ja, azaz. Tényleg kifagytam. A gyász ez. Mi ez? Mi ez? Rossz a gép? Kifagytam már megint. Kifagytam. Ez ma már a második basszus. Igen, lehet, hogy kelleni fog egy géprestart. Az előfordulhat. De hát most haza kell vinni a cuccot, ott nem alhatok. Lehet, hogy a Day Before hibája lesz ez. Meghekkeltek. Jaj, ugyan már. Hát, gyanús. Több, mint gyanús ez most már. Hát, majd lókupec az. Bomba game. Így van, igen. Túl nagyok az igények, én ennyit mondom. Így van, hát ennyi. Na. Már vissza is jöttem elvileg, ha minden igaz.
Hát nem tudom. Most már megvárja, még lemegy a nap ténylegesen? Most már nagyon sárga az ég alja. Ahogy érzed. Meg kell várni, úgy érzed, meg kell várni. Hát addig távcsővel nézelődöm. Öregem, már napelem van ott, meg ilyenek. Oha, ott, aha, huhú, igen, itt meg kell várni az éjszakát, ott építkeznek a sutyók. Ezek jó játékosok lehetnek itt a kis öbölbe. Még most nem látod, hogy hol vagyok, de... Nem, pont nekik van a shop. Esetleg. Ezt nem tudom. Ugye a térképen meg tudod úgy nézni, hogy de. Így van, narancssárga, azaz. Így van, akkor tudom, hogy hol vagy. Ott építik, bővítik azt a házat, ilyen színes, színes fémház. Ha menjél le, napocska. Hihetetlen. Szia, professzor úr. Hát, bízunk benne. Bízunk benne. Igen, mondjuk a térfigyelő kamera bizony. Igen. És kukkolás nem árthat. Az meg is építi a házát, ez a hülye. Ott van a társa is. A rohadékok. Ezek tele vannak, apukám. Garázsajtó is van ott, ha jó. Bizony, hogy van. Azt a kurva! Hát ez örges, nagyon komisz. Jó tolják. El a kalappal. Ki a gázpadlóig, rúg ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Zsepol, nagyon szépen köszönöm neked az 52. hónapot. Hát büdösen tapsiar. Szervusz. És köszönöm szépen még egyszer. Csóköző neked is. A körbe kamufalazza az egészet. Ott már csak körre telik. Szia, órás! Rabruha? Nem. Hát... Megy a párt propaganda. Ennyi történik. Minden oké, nem kell aggódni, köszönöm. Jó kezekben vagyok. Börtönstream van ma, igen. Gereszta, mi van? Valami van? Helyzet van? Minden oké? Okay? Minden oké, okay, persze. Nézegetem a helyeket, hogy hova lehetne költözni. Ja, jó, jó. Lenne a legjobb. Nagyon jó. Én meg lassan megindulok most már. Már igen, kezd besütétedni. Beszari, fostos, hülye gyerek. Olyan vagyok itt most.
aki oda sonfordált a házhoz. Nem a miénkhez. Mindig itt vagyok a parton. Valaki oda sonfordált. Igen, és le akarják kemperni az ajtójukat. Igen, egy-egy ember le akarja kemperni őket. Úristen. És jó Istenem, ott volt a sziluettje. Gyönyörű. Na jó, húzok haza csába. Aha, meghaltam. Hát ez kurva jó. Bazd meg. Ketten. Megérte várni. Meg. Ez hihetetlen, te. Ez hihetetlen. Ó. Bánatos. Jó francba bele abba. Hogy ezek is arra vártak, hogy fölkeljek? Vagy hogy a sötétre vártak ezek is? Hogy mi a franc volt ez? Bazd meg, egy csomó lootot ott. Na most meg eldobtam a fákjámat. Hát ez tipikus rászt volt. Gyerekek, lett volna vagy 900 crapünk. Hát én így elsírom magam. Nagyon magam alatt vagyok. Kolbászolsz még el ezt a vagy? Igen, igen. Ja, jó, van, nyomjad akkor. Mindjárt elindulok hazafelé. Pont most írek ide, ahol megnézem, hogy van-e valami pozíció, ami jó lenne nekünk. Oké, oké, oké. Hát nem is tudom most itt mi a szart csináljak. Semmit. Nincs is itt craftolni, esetleg ruhát magamnak craftolhatok, azt ennyi. Különösebben amúgy más nem is lehet. Jó. Ja meg egy így, hát persze. Vannak egyébként bíztató területek? Most találtam pont egyet, csak itt van, tudod, ez a hajó, amiben bele lehet költözni, és pont itt vannak, de... És hát van egy kétszer kettes házuk, és így ennyi. Valószínűleg ugye a hajóba tartanak mindent. Ja. De amúgy ez nagyon ígéretes lenne. Nem tudom, hogy a part az nekünk mennyire opcionális, hogy az legyen. Simán. Hát én nagyon adnám. Hát az a legbiztonságosabb. Talán azt lehet mondani. Uh-huh. Könnyen lehet hajózni, scrapezni. Házunkból átbúvárkodni a házunkból átbúvárkodni a fishing village-be. Simán jó. Ha. Akár ez csak egy ötlet. Hmm. Van még egy merész tervem. De... Az nem biztos, hogy bejön. Nem kell túl gondolni, lazán. Csapjuk, nyomjuk, kész. Jó lesz. Hát akkor költözünk. Jó, jó, nem gond, nem gond. Ha nincs oda még építve.
Ugye még ilyen este van, kiszaladok, aztán csinálok egy innivalót. Szaladok, mindjárt itt vagyok.